Reggelt, ez egy kálkáposzta leves lesz. Első lépésként megpirítottam egy kis szalonna bőrkét, ebből ilyen jó füstös ízt fog kapni a kálkáposzta leves. Én virslit nem használok, mert hát egyébben egyszer lehet venni jó virslit, akkor nagy tömegből egy átja egy-két hentes ismerősöm. De ugye évközben a virsli az minden, csak nem az, ami lennie kellene. Ezek után van egy ilyen kis reszelőm, amit így be lehet pattintani ebbe a keretébe, és le lehet reszelni, el is reszeltem vele az ujjam, mert ritkán használom. De egyébként nagyon jó, csak a villával szoktam átbökni így a zöldséget, és akkor azzal húzogatom, és akkor nem az ujjam vágom el, csak lusta voltam villát, kézzel fogtam, megcsúszott. Na, mindegy, tehát az a lényeg, hogy használjátok villát, és akkor úgy tolgassátok az ilyen eszközökön a zöldséget, maximum villakarcan egyet, de nem az ujjatok. Tehát sárgarépát, karalábét, zellert teljesen nyersen legyalultam, és egy csicsókát is szépen összeaprítottam, ezt lecitromoztam, ez most állni fog. A legvégén ez teljesen nyersen fog belekerülni a levesbe. A fokhagymát bele fogom aprítani most ebbe a szalonnás pirított zsírba, meg ráteszem a fűszereket, a babért, köményt, majoránát, és fogok beletenni sárgarépát, zöldséget, megpárolom, és a megpároltba fogom beletenni összeszelve a kelkáposztát, és a legvégén fogyasztáskor adok hozzá összeszelt medvehagymát, ez fagyasztóba le lehet fagyasztani, majd fogom mutatni, és akkor teszem bele a nyers zöldséget pont közvetlen fogyasztáskor, így az enzimek megmaradnak. Nem kell megijedni, a leves íze elfedi a nyers ízt, és a nyers zöldségeknek nagyon jó hatékony hatása van az egészségre. A szervezet lugosodik, tehát nem a gyomorsavat kell ellugosítani lugos vízzel, hanem olyan ételeket kell enni, ami az emésztőrendszerbe aztán megfelelő pH értéket állít be. Hát akkor majd több részből fog ez összeállni, össze fogom vágni, tehát az első fázis megvan, pirítottam a szalonnát, összeszeltem a nyers zöldséget. Megpucolom a zöldséget, nem fogom összeaprítani, egészbe fogom belefőzni az íz miatt. Kelkáposztával nem fogom benhagyni. Ugye ez a nyers, ez majd a legvégén jön be. Hát, vettünk leves zöldséget, az ember figyeli a dolgokat, de probléma az, hogy holland a répa, osztrák a hagyma, és a többi. De Magyarországon csomó olyan valami TS hurrá. Hát jobban odafigyelünk legközelebb. Van egy vitamin szalon Győrben, a Pápai úton kint a Aldi mellett, na ott ki vannak írva a gazdák, én ott is vettem alapanyagokat, tehát ott konkrétan ki van írva, hogy ki termeli, ott a fotója, tanya, elérhetőség, minden. És ezt nem mondtam, hogy találtam itthon édes burgonyát, ebből is fogok belekockázni, de ezt nem nyersen, nehogy megpróbáljátok, mert ezt megfájdul az ember gyomra, tehát ezt mindenképpen hőkezelni kell, nem is kicsit. De ad egy kellemes édes ízt a levesnek. Plusz találtam még zöldeket, tehát rengeteg zeller zöld benne lesz, meg ebben a csomagolásban volt valami petrezselyem zöld, ezt is bele fogom tenni. Úgyhogy most az előkészítése folyik az alapanyagoknak, fokhagymát már rátettem, megfűszerezem és meg fogom párolni. A káposztát ilyen csíkokra, hogy úgy mondjam, összeszeltem. A külső leveleire vigyázni kell, abból az öregeket nem raktam bele, meg ha van rajta valami tetű, vagy mit tudom, valami bogarak, arra is figyeljünk. Lehetőleg a friss részeket, hogy nehogy keserű legyen. Citromot csavartam erre a zöldségre, ami csicsóka. Zöldség, sárgarépa, és nagyon jól átjárta a citrom, ez magyar répa, találtam a hűtőbe. Egész más íze van, megpucoltam ezt a dobozolt répát is, megkóstoltam, hát semmi íze nincs. Úgyhogy ennyit a holland répáról, vegyetek magyar répát. Közben felraktam a megpárolódott a fűszer, és akkor fölöntöttem vízzel. És ugye ebben most már benne van összekockázva az édes burgonya. Zeller zöldségzöldet összekötöttem cérnával. Nagyon darab karalábé, meg az zeller is benne van, meg egy fej vörös hagyma. A kömény, a majorána és a babérlevél, és egy kevés lila káposztát is reszeltem rá. Van ez a jó kis reszelő, és ezt így bele lehet ebbe a keretbe pattintani, és az ember nem bántja az ujját, de
villával hangsúlyozom, és hát egy kicsit a hegyéből lereszeltem ennek a káposztának. Most fő, és akkor valamivel több kell a krumplinak, az édes krumplinak, a répának, és akkor belerakom a káposztát utána. Én nem rakok bele tejfölt, meg ilyesmit, tehát ez egy ilyen nyers zöldségeket is tartalmazod, a finom leves lesz. Tehát az a trükk, hogy nem tök nyers minden, hanem van egy jó leves, és az a leves íze viszi magával a nyers zöldséget. Tehát most, ha külön ennénk ilyen citromos nyers zöldséget, így is finom, de egy kisgyereknek nem biztos, hogy annyira ízlik. Ha viszont kap egy jó levest, amit megszokott, azt az ízt, abba, ha benn van a nyers, akkor simán megeszi, és ez a cél, hogy fogyasszon nyerset. Még a végén jön majd rá medve agyma, azt a felvétel részt még majd hozzáteszem. És kész a leves, és akkor rátettem a tetejére ezt a citromba meggyengített zöldséget. Erre most medve agymát nem teszek, mert én meg emberek közé megyek, de majd fogunk rászállni.